Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, és most a Vitek X-Tab 7X új készülékét fogjuk kicsomagolni. Megnézzük, ezt a készüléket kaptuk most a Vitektől tesztre. És hogyha már itt megnézzük a dobozt, akkor láthatjátok a feliratot, hogy ez egy X-Tab sorozatnak az egyik új tagja. Ez a 7X nevezetű 7 szolos táblagép. Amit kapunk rá most már a Vitek készülékekre, ugye itt láthatjuk rajta a Mindig TV alkalmazást, láthatjuk, hogy GPS navigációt is kaphatunk hozzá, ugye a Sygic GPS navigáció szoftverrel is vehetjük a készüléket, meg anélkül is. És hogyha itt a doboz alsó részét megnézzük, akkor láthatjuk, hogy Android operációs rendszerrel szerelték, van Wi-Fi-nk, van kamera, van microSD támogatás, USB 2.0-nk OTG funkcióval. Ami még nagyon érdekes, hogyha így közelebb viszem a kamerát, láthatjátok, hogy dual SIM a készülék, Bluetooth is van benne, és van még benne GPS-ünk, ugye a Sygic navigációhoz. Úgyhogy eléggé komplett készüléket kínál most nekünk a Vitek egy tablet X-Tab formájában, egy tablet formájában, és akkor nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Ha fölbontjuk ezt a jó nagy dobozt, akkor itt már egyből találkozunk egy garanciajeggyel, egy GPS navigáció szoftverrel, ugye enélkül is adják majd a tabletet, forgalmazzák hamarosan. Itt van maga a készülék, ebbe a kis fóliába bújtatva. Ha megnézzük, akkor ő lenne a Viteknek az X-Tab 7X-es készüléke. Majd bővebben is beszélni fogok róla nektek nem sokára. És itt a készülék alatt, ebben a jó nagy dobozban van még nekünk egy ilyen beüzemelési útmutató, van egy töltőadapterünk, egy micro USB kábel ugye a töltéshez és a számítógépes csatlakozáshoz, és egy OTG kábel ugye a külső perifériák csatlakoztatásához. Úgyhogy ennyi lett volna a dobozunkban. És akkor mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan működik ez a kis csoda. Ugye ami dual SIM, GPS, Wi-Fi, mirakaszt támogatás is van benne, vezeték nélküli kijelzőre lehet kötni, 7 szolos. Nem sokára megnézzük, hogy mit tud. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, ez pedig a Vitek X-Tab 7X új készülék. Sziasztok!